Izrael született Bas Edit Szabadkán született 1951-ben. Egyedüli nőként részt vett a Bos plusz Bos elnevezésű neoavangard képzőművészeti csoport megalapításában, melynek létrejötte jelentős előrelépést jelentett Jugoszlávia képzőművészetében. Annak idején az ifjúsági tribunon belül létezett egy olyan vitális magja a fiataloknak, akik Slavko Matkovics-sal, Szombati Bálinttal, Edittel megalkították ezt a csoportot. Eredeti megvarrott kollekciók is jelen vannak a kiállításon. A kiállítás első részében olyanok, amik díjakat kaptak, tehát ezek azok, amikért az arany sutákat, az arany őzikéket kapta, és az ezüst, valamint a páva díjakat. Izrael Edit életének nagy részét Szabadkán élte le, de ugyanakkor szélesebb régióban is nagyon sok gyárnak dolgozott, mint a Junko Majan Zseleznicsár konfekcióknak, a budapesti Playboynak. A divattervező konfekciói nagy népszerűségnek örventek egész Jugoszláviában. Nagyon szép kiállítás, és nagyon örülök, hogy sikerült ezt realizálni, mert hát a mai világban nem könnyű, mert semmire nincs pénz, úgyhogy így sikerült ezt valahogy kinyomni, és hát megtörtént, és megvan. Úgyhogy nagyon örülök neki, hogy ez így néz ki, hogy ki néz. A gyűjteményben eredeti kollekciók, tervrajzok, reprodukciói, díjak, elismerések láthatók. A kiállítás november 3-áig tekinthető meg a Városi Múzeum emeleti kiállító termében.